Vidéki turné Nárai Erika és a Budapest Jazz Orchestra látogatott Moson-Magyaróvárra. Nemzeti konzultáció Nagy István tartott sajtótájékoztatót. Atlétika Diákolimpia városi fordulón vehettek részt a tanulók. Köszöntöm Önöket, a Moson-Magyaróvári Városi Televízió híradóját látják. Nárai Erika és a Budapest Jazz Orchestra érkezett a Flash központba április 25-én vidéki turnéjuk alkalmával, ráadásul dupla koncerttel. Kezdésként ugyanis a fiatalokat, este pedig a felnőtteket várták a Sziget közagórájába. Különleges énekorán vehettek részt kedd délután a Moson-Magyaróvári iskolások, hiszen a Flash központba érkezett Nárai Erika és a Budapest Jazz Orchestra. Az ingyenes program különlegességét nem csak az elismert művészek adták, hanem az, hogy a zenén keresztül érdekes magyarázatokkal kísérve próbálták megismertetni a fiatalokkal a jazz műfajt. Ami alapvetően különbséget tesz a két koncert között, az az, hogy az első egy ilyen beavató koncert. Tehát ott hangsúlyt kap az, hogy én még beszélek is tulajdonképpen. Egy kicsit hangszert bemutatok, egy kicsit mesélek a műfajról, egy kicsit interaktívvá teszem. Talán nem fognak megkövezni a gyerekek, hogyha ráveszem őket, hogy énekeljenek velem, vagy tapsoljanak nekem. Segítsenek kicsit értelmezni a műfajt, és hogy megszeressék a végén ezt, amit mi úgy hívunk, hogy jazz, vagy big band zenélés. Az esti koncert pedig egy klasszikus értelemben vett koncert, ahol nyilván nem csak énekelni fogok, hanem azért egy picit beszélek is, de ott a zené lesz olyan értelemben a főszerep, hogy mi fönt lévő 18-an, ugye a 17 csodás zenész mögöttem, ami egy klasszikus big band felállás, és én a Ella Fitzgerald emléke előtt tisztelgünk, aki néhány nappal ezelőtt lett volna 100 éves. Az ötlet onnan indult el, hogy ez a műfaj eléggé Budapest központú volt eddig, mondta el Kolman Gábor, a zenekar vezetője. Ezen az állapoton szerettek volna változtatni kicsit, hozzátette. Először a jazz tanszék végzése alatt találkozott Nárai Erikával, ahol többször felléptek közösen. Így akkor sem gondolkodtak sokat, amikor már a Budapest Jazz Orchestra előadásaihoz kellett énekes kíséret. A kapcsolatot akkor vettük fel vele, kifejezetten amikor óvodásoknak csináltunk először Big Band Mesék címmel egy előadás sorozatot, és ugye mivel ő több filmben is énekel, ezért kézenfekvő volt, hogy őt hívjuk el, a rajzfilmekre gondolok, aminek sok esetben Big Band kísérettel vették fel az eredeti zenéjét Amerikában, és hát ebből alakult ki most már ez a nagyon jó kapcsolat, de a Budapest Jazz Orchestrával törekszünk arra, hogy tematikus koncert programokat adjunk mind a közönségnek, mind a szervezők részére, hogy jól szétválaszthatóak legyenek ezek a koncertprogramok. Én azt gondolom, hogy vele amilyen úton haladunk, ez abszolút jól kitapintható, hogy mi a cél és hogy miről szól. A vidéki turné keretein belül Moson-Magyaróvár után Nárai Erika és a Budapest Jazz Orchestra ellátogat még Dunaújvárosba, Nagykanizsára, Kaposvárra és Hódmezővásárhelyre is. Ám reményeik szerint ez csak a kezdet, és idővel még több városba juthatnak el, hogy népszerűsítsék az általuk imádott jazz zenét. A Nemzeti Konzultáció témakörében tartottak sajtótájékoztatót péntek délelőtt az Irodaház épületében. A sajtó képviselőit dr. Nagy István parlamenti államtitkár országgyűlési képviselő várta. A napokban vehették kézbe a Moson-Magyaróvári és környéki lakosok is azt a nemzeti konzultációs kérdőívet, ami az Állítsunk meg Brüsszel címet viseli. A péntek délelőtt tartott sajtótájékoztatóján Nagy István elmondta, a kormány azért fordult ismét Magyarország lakosságához, mert olyan sorsfordító kérdésekben kell dönteni a kormányzatnak, amihez az emberek segítségét kérik. Brüsszelben olyan jogosítványokat és olyan döntéseket akarnak Magyarországra kényszeríteni, amellyel szemben foglal állást a magyar politika. Azt is tudnunk és éreznünk kell, hogy a magyar kormány önmagában nem lesz képes megvédeni mindazon értékeket, amelyeket az elmúlt években sikerült Magyarországon bevezetni, amelynek következtében a versenyképességünk,
a gazdasági teljesítményünk és biztonsági helyzetünk növekedett. A sajtótájékoztatón elhangzott, a nemzeti konzultáció első kérdése a rezsicsökkentéssel foglalkozik. Brüsszel a hatósági energiaárak eltörlésével gyakorlatilag a rezsicsökkentés eltörlésére készül. Ez a multiknak kedvezne, és a magyar családok rezsidíjai így ismét az egekbe emelkedhetnek. A kérdőív második kérdése a bevándorlás politikát érinti. A harmadik és a negyedik kérdés a civil szervezetekkel foglalkozik. Nagy István kiemelte, nem a civil szervezetek működését akarja a kormány ellehetetleníteni. Azt szeretné elérni a törvényalkotás, hogy lehetővé váljék az, hogy a magukat függetlennek nevezett szervezetekről kiderülhessen az, hogy honnan is származik az ők működtetésükhez szükséges bevételük, és mindössze a működésük nincs, és egyáltalán semmilyen szándék nincs a korlátozására. Arról szól az előterjesztés, hogy föl kell tüntetni egy központi honlapon, hogy ezeket a szervezeteket ki és mennyiért támogatja, ami 7,2 millió forinton felül van. A nemzeti konzultáció utolsó két kérdése a munkahelyteremtő intézkedésekről és az adócsökkentésekről szólnak. Szintén a sajtótájékoztatón jelentette be Nagy István, hogy egy 18,5 millió forintos pályázatnak köszönhetően szeptember 1-től egészen 2018 év végéig ismét üzemeltetni tudják a Moson-Magyaróvári tanodát, így összesen 3 tanoda működik már térségünkben. Abban a térségben, ahol a gazdaság jól működik, ahol a munkanélküliség alacsony. Ott nagyon-nagyon nagy hátrányba kerülnek azok, akik nincsenek megfelelő képzettséggel ellátva, akik sokkal nagyobb mértékben tudnak lemaradni a képzés hiánya miatt. Ezért az oktatás, a létkérdés és versenyhelyzet kérdése kifejezetten ebben a térségben. A nemzeti konzultációval kapcsolatban még a sajtótájékoztatón elhangzott, a kérdőíveket május 20-áig küldhetik vissza a lakosok. 2 napon át küzdöttek a város általános iskolás diákjai az atlétika diákolimpia városi döntőjében. A viadalon a fiatalok futásban, kislabdadobásban és távolugrásban mérték össze erejüket. Két napra a város általános iskolás diákjai vették birtokukba a Kossuth gimnázium pályáját. Ismét eljött ugyanis az idő, hogy megrendezzék az atlétika diákolimpia városi döntőjét. Atlétikai versenyszámokról beszélünk, tehát futások, ugrások, dobások, a kicsiknél 60 méteres síkfutás, távolugrás, kislabdaítás és a csapatok 400-at futnak a legvégén. A 5.-6. osztályosoknak 4 tusa, hasonló versenyszámok, mint a piciknél, 60 méteres síkfutás, távolugrás, kislabdahajítás és a végén 600 méteres síkfutás, a 7.-8. osztályban pedig 100 méter síkfutás, távolugrás, kislabdahajítás, súlylökés és 800 méter a legvégén. A viadalon közel 300 diák mutatta meg edzettségét. A fiatalok között azonban nem csak amatőrök voltak, hanem olyanok is, akik rendszeresen járnak a Moson-Magyaróvári Atlétikai Klub edzéseire. A jó eredmény az elvárás meg a megfelelő hozzáállás. Az első hely nyilván az a mezőnytől függ. Természetesen érződik a különbség a gyerekek között, hogy ki az, aki csak iskolai, órai keretek között dolgozik, vagy ki az, aki szakosztályi munkát végez. A jelenlévő versenyzők gyerekek között nem egy olyan gyerek van, aki a diákolimpiai bajnoki címre pályázik. Ilyen sportoló például Zsuppán Balázs 1500 méteren, Horváth Koppány magasugrásban, valamint Kovács Marianna 100 méter gáton. A diákolimpián túl persze más kihívások is várnak rájuk az idén. A fő célunk az az ifjúsági világbajnokság, az Kenyában lesz ebben az évben, és oda szeretnék kijutni magasugrásban. Emellett még az országos diákolimpián és egyesületi országos versenyeken is föl szeretnék állni a dobogóra magasugrásban. Mindenképpen az országos dobogóhely diákolimpián, és Miskolcon is lehetőség szerint az egyesületek versenyén országosan is szeretnék dobogón állni mindenképpen. A diákolimpia megyei fordulóját Győrben rendezik a következő hónap elején, a döntőt pedig május végén, június elején Debrecenben, ahol remélhetőleg Moson-Magyaróvári sportoló is bizonyíthat.
A rendőrség napja Szent György nap alkalmából több mosonmagyaróvári rendőr is elismerésben részesült, tájékoztatta televíziónkat a Mosonvár megye. A rendőrnapi megyei ünnepségen Csizmadia Gábor dandártábornok, megyei rendőrfőkapitány eredményes szakmai munkáért az év határrendésze elismerésben részesítette Kluiber Zoltán rendőrfőtörzászlóst, a mosonmagyaróvári rendőrkapitányság határrendészeti osztály járőrparancsnokát. A mosonmagyaróvári önkormányzat szakmai munkájáért elismerésben és pénzjutalomban részesítette Gutec Ferenc rendőrtörzszászlóst, Blümmel József rendőrzászlóst és Polgár Zsolt rendőrtörzszászlóst. Csizmadia Gábor dandártábornok az elmúlt évben nyújtott együttműködő és segítő tevékenységéért Szent György emlékplakettben részesítette dr. Árvai István mosonmagyaróvári, Lőrinc György János Somorjai és Csaplár Zoltán mecséri polgármestert. A Kisalföldi Kommunális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. Értesíti a lakókat, hogy a május 1-i hétfői hulladékszállítást április 29-én szombaton a szokásosnál több járművel és korahajnali órákban végzik el, ezért kérik, hogy a kukákat az előző nap estéjén helyezzék ki az utcára. Legutóbb vasárnap a Puskás Akadémiával játszott döntetlen meccset a Credo Busz Mosonmagyaróvár csapata. Legközelebb április 30-án vasárnap délután 4:30-kor a Kisvárda ellen lépnek pályára a miénk a Wittmann Antal Parkban, ahova sok szeretettel várnak minden szurkolót. Röviden a hétvége időjárásáról. Szombaton felszakadozik a felhőzet, azonban élénk marad a légmozgás. Napközben maximum 15 fokot mérhetünk. Vasárnap a dunántúli tájakon hosszabb, rövidebb időre kisüthet a nap, 17 fokig melegszik a levegő. Az előrejelzések szerint hétfőn aztán az ország egész területén megszűnik a csapadék, több helyen lehet napos időre számítani. A nappali csúcs 17 és 20 fok között alakul. Kedves nézőink, mai hírhátterünk vendége Farkas Mihály, akivel Horváth Megyesi Kata beszélget. Ezután az Üzleti Negyed című magazinműsor következik. Szombaton és vasárnap az első dobos és ütőhangszeres nap alkalmából rendezett gálaműsort nézhetik meg, május 1-én hétfőn pedig a tavalyi Városi Majáris összefoglaló magazinműsorát vetítjük. Pontos műsorújságunkat megtalálják honlapunkon, friss hírekkel legközelebb kedden, 19 órakor várjuk Önöket. Tartsanak velünk akkor is, munkatársaim nevében is kellemes hétvégét kívánok, viszontlátásra!